Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Elérkeztünk a karácsonyhoz, és a Családőrzők című műsorunkban is szeretnénk erről az ünnepről megemlékezni, és egy kicsit tényleg olyan karácsonyos családias beszélgetésre számíthatnak, akik velünk tartanak. Vendégeink most is Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője, illetve itt van Papp Csilla mediátor, és Tornyai Gábor atya, mentálhigiéniás szakember, és plébános, és sorolhatnám még, akivel fogom én most kezdeni a beszélgetést. Ugyanis mindenki bizonyára túl van már a nagy bevásárláson, vagy így, vagy úgy, amennyire a lehetőségek adták az idei évben. Aztán megvolt a takarítás, a hűtőszekrényben is elő vannak készítve már a különböző finomságok, amelyek aztán hamarosan majd az asztalra kerülnek. Ezekkel sokat foglalkozunk karácsony előtt, de vajon tisztában vagyunk-e vele, hogy valójában mire is kéne gondolni, hogy is kellene megélni ezt a karácsonyt? Mi is a karácsony, Gábor atya? Hűha. Jó kérdés, könnyű kérdés. Azon gondolkodtam, hogy nekünk keresztény embereknek nagyon nagy feladatunk lenne manapság valahogy jó marketingelni, és ezért is örülök, hogy itt vagyok ebben a műsorban, mert hogy egy olyan ünnepet ünneplünk, ami már legalábbis dátum szerint olyan ünnepet ünneplünk, ami eredetileg egy pogány ünnep volt. A legyőzhetetlen napisten kultuszát ünnepelték az ókori világban, amikor a kereszténység megtalálta ezt az ünnepet, hiszen pontosan dátum szerint nem tudjuk, hogy Jézus mikor született. Tehát nincs sehova se följegyezve, a Szentírás nem is beszél erről, hogy pontosan dátum szerint mikor született. Ez a december 25-i ünneplés, ez ennek a napistennek a kultuszához kapcsolódott legalábbis sokak szerint, amiben a kereszténység megtalálta azt az üzenetet és tartalmat, ami az ő életéről és gondolkodásáról szól, hiszen Krisztus az, akiben az Isten a világosság legyőzte a sötétséget, ugye a téli napforduló ünneplések közelében vagyunk, amikor elkezdenek hosszabbodni a nappalok. És ugye ez a gondolat jelenik meg a karácsony ünneplésében, a fénynek a születésében, a világosság születésében, hogy elmúlik az éjszaka, múlóban az éjszaka, és a nappal pedig közel van, egyre közelebb van hozzánk, világosságban élünk, fényben élünk. Tehát ugye ez volt az eredeti tartalma vagy gondolata a karácsony ünneplésének. És azért mondom, hogy nekünk ma élők keresztényeknek egy nagy feladatunk, hogy újra meg kell keresztelnünk ezt az ünnepet. Mert hogy gyakorlatilag ez az ünnep, hogy a kereszténység ünnepe, vagy a világosságnak az ünnepe, Jézus születésének az ünnepe szépen lassan átalakult egy, ezt most nagyon értsük jól, újra pogányosodott ünnepé. Mert hogy Jézuska esetleg jó esetben előfordul, de hogy alapvetően az ünneplésben az úgy szól, hogy a szeretet ünnepe. Ami nagyon szép ünnep. De hogy visszatértünk, vagy beleléptünk egy pusztán emberi ünneplésbe, ami egy nagyon szép és fontos ünnep. Még amikor ide kerültem Öreghegyre plébánosnak, akkor volt egy olyan mániám, hogy nagyon jó helyen van, ami plébánián kerítés, ott egy csomó piros lámpa van, egy csomó autó megáll, közlekedés lámpa miatt, és elkezdtem csináltatni a molinókat, ilyen reklám hirdetéseket, üzeneteket. És volt egy olyan gondolatom, és ez azóta is így nagyon bennem van, hogy ilyenkor, karácsonykor, hogy nagyon tudunk szeretni, legalábbis úgy kirakatilag, plakátilag, szeretetakciók, adományakciók, segítünk a nehézsorú gyerekeken, a hajléktalanokon és nehézsorú családokon, ami nagyon fontos és nagyon szép. Meg hogy mindenhol azt sugárzik felénk, hogy a szeretet ajándékban benne van a szeretetünk, az együttlétünk, az odafigyelésünk, ami szintén nagyon fontos és nagyon jó, hogy van egy évnek egy olyan időszaka, amikor különösen is fókuszáltatnak bennünket. De hogy nekem az a nehézségem, ez egy picit ilyen csöpögőssé alakult ez az egész, meg sok esetben letudóssá. Sokan lázadnak is ez ellen. És akkor csináltattam is egy ilyen molinót, és ez volt kérve, hogy ne csak a szeretet ünnepén szeres igazán. Hogy nagyon jó, hogyha elindulnak azok a dolgok most az életünkben, hogy elkezdünk egymásra figyelni, megajándékozottságunkra figyelni, arra, hogy milyen jó dolgokat kapunk a másiktól, a másikkal való kapcsolatunk, ugye ebben a műsorban meg talán különösképpen is fontos, de hogy milyen fontos lenne, hogy ez nem csak karácsonyig tartana,
hogy ez a fajta másikra figyelés, vagy az, hogy ő hogyan van jelen az én életem, mert az ne csak erre az adventi sürgésforgásra és karácsonyra korlátozódna, hanem hogy felfedeznénk úgy az ünnepeket, hogy ennek az év többi részében is lenne helye és lehetősége, pont ilyen rákészüléssel, pont ilyen odafigyeléssel, vagy persze ezt az intenzitást nem lehet megtartani, de hogy ebből megtanulva újra meg újra felfedeznénk azt, hogy mit is jelent szeretetben élni. És azt hiszem, és itt jön elő az én ugye kalapom, a plébánosi kalapom, vagy a katolikus pap kalapom, vagy a keresztény kalapom, hogy ebben nekünk keresztényeknek a felelősségünk az, hogy meg tudjuk azt mutatni, hogy egy olyan Istenhez kapcsolódunk, vagy egy olyan valakihez van közünk, akinek a lényege az, hogy ő szeret és szeretetben van. És hogy mi keresztények is egy picit erről elfeledkeztünk, és egy picit azt hiszem, hogy olyasmiak vagyunk, mint ez az adventi sürgésforgás, hogy megcsinálunk dolgokat, amik nagyon jók és fontosak, értékesek, csak hogy van az igazi tartalom, amitől ez az egész szép és igazivá válna, az ott van az életünkben. És ha ezt nem éljük meg, akkor marad egy külsődleges, letudott valami, ami a karácsonynak a kísértése, ha meg megéljük, akkor megtelítődik valami tartalommal. Véletlenül se vitázni szeretnék veled, de nem lehet, hogy azért ennek van egy olyan oldala is, hogy nyilván szeretjük egymást, most nem az adakozásra gondolok, hanem azokra a családtagokra, akik mondjuk nem élnek együtt, vagy ha együtt is élnek. Nyilván szeretjük egymást, de mennek a hétköznapok az év során, a munka, a hajkurászuk egymást, lehet, hogy tényleg el is felejtjük kifejezni, vagy kimondani, hogy szeretjük egymást. De karácsonyban én például azt szeretem, hogy arra 2-3 napra megáll az élet. Abba 2-3 napba egymásra tudnak figyelni az emberek, és lehetőséget ad a karácsonyfa és az ünnep arra, hogy kimondhassam mondjuk a gyerekemnek, aki meglátogat, hogy szeretlek, hogy kifejezhessem. Ha ez így van, nagyon jó. Van ilyen benne? Abszolút. Jó esetben, igen. Az ördög ügyvédje vagyok, lehet, hogy furán húzik, de ha ez így van, nagyon jó, és nagyon igazad van. Csak én igazából azt szeretném, hogy ezt megtanuljuk, megéljük, és tovább éljük. Nem biztos, tehát nem azt szeretném, hogy egész évben karácsony legyen, mert kiüresedne az egész. De hogy amit így a karácsonyra való készülésben, a karácsony megünneplésében megtanulunk és megélünk, hogy ez milyen jó, mondjuk egy nyári napon is milyen jó lenne ezt kimondani, ha eljön a gyereket, hogy szeretlek. Igen. Igen, nekem ilyenkor azt jut eszembe, hogy bemegy a gyerek az iskolakapun, szeretlek, hozott dobálják. A gyerek egy ötöst, szeretlek, és körülbelül üres lesz a szeretlek. Tehát, hogy ettől megint, ugye te voltál az ördög ügyvédje az előbb, akkor most hadd vegyem át én ezt a tisztet. Fontos az, hogy ki tudjuk mondani, hogy szeretlek, de nagyon fontos az, hogy azt akkor mondjuk ki, amikor belülről azt érzem, hogy árad belőlem a szeretet feléd, a gyerekem felé, az élet felé, mindenhova. Hogyha ezt meg tudjuk úgy élni, hogy ez valóban mély tartalom, valóban átérzett élmény, azt a gyerek is úgy fogja fogadni, és akkor tudni fogja, hogy ez arról szól, amiről szól. És néha nem is mondjuk, csak megérintjük, néha csak ránézünk, és ő ebből is fogja tudni. Ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy én ezt a kifejezést használtam, de egyetértek veled, mert én is érzem, hogy elcsépelték ezt a gyönyörű szót, de a szeretlek az lehet, hogy egy ölelés. Egy olyan ölelés, nonverbális jelekkel is gyönyörűen tudjuk ezt. Együtt vagyunk, most nyugodtan ölelem meg, és ezzel a gesztussal kifejezem, vagy csak rámosolygok, csak megsimogatom, és ezzel kifejezem, hogy én tulajdonképpen szeretem őt, nem kell feltétlen kimondani természetesen. Ugye, amit most így előhoztunk, ez sokan talán ismerik, ez a szeretetnyelv. Igen, az ön szeretetnyelv, Chaplinnek a szeretetnyelve. Igen, erről is elég sokat beszélgettünk már. De nekem sokkal fontosabb az, hogy ne csak kimondjuk és megmutassuk, hanem ebben az egész időszakban szeretettel készülöttünk idáig. Hogy most a végén ne örüljön meg mindenki, mert még jaj, nincs ez, meg az, meg odaég, meg elkészül, meg nem készül, meg megérkezik, meg... Szóval ne! Hanem tényleg legyen már egymásra, önmagunkra, az életünkre időnk, és azt a szeretetet, ami a kalácsba belesült,
ami a mézesbe benne van, ami a halászlébe benne van, ami a káposztába benne van, az a gondoskodás, amivel azt elkészítettük, ahogy azt összeállítottuk, hogy mi legyen, ahogy erre az egészre felkészültünk, ennek a szeretetnek az energiája maradjon velünk végig. Ezt tartom én nagyon-nagyon fontosnak. Jön bennem, ugye ez a kérdés, tehát, hogy van bennünk, te olyan jó hallgatni magunkat, nem tudom másképp mondani, egy szép karácsonyi gondolatokkal. Csak hogy már egy ideje ezen is rágodok, hogy van-e még olyan tartalma ennek az ünnepnek sokak számára, mint amit mi most így idehoztunk, hogy kalács, meg sütünk, meg főzünk, meg együtt. Meg illatok. Ugye, hogy most már ezek a nagy ünnepeinknél ez az érzésem, hogy egy ilyen wellness ünnepi alakulták át sokszor a nagy ünnepeink, mert hosszú hétvége, akkor el lehet menni, meg... Na, ez most nincs. Ez most nincs. Igen, csak ez a kérdés, hogy tudunk-e, pont ezért tudunk ezzel valamit kezdeni. Hogy mi lesz most, hogy eddig ez volt, az utóbbi években, ugye erre gondoltál, és mi lesz most, hogy nem lehet menni, hogy vajon a családok összezárva karácsonykor, akik eddig kifele éltek, én értem, amit akarsz mondani, esetleg karácsonykor kifele éltek, tehát wellnesseztek, sieltek, akármi, amivel egyébként nincsen semmi probléma, de ugye pont ez van, hogy mit mondtál, hogy túl akarok rajta lenni? Volt egy ilyen kifejezés, hogy túl akarok. Tehát, hogy köszönöm, én például olyan ajándékot, olyan ételt nem kérek, amin túl akartak lenni. Tehát akkor adjon, és úgy adjon, hogyha szeretettel adja, tiszta szívből adja, ha nem, akkor köszönöm, nem is kell. Nincs ebből például probléma, de hogy majd azok a családok, akik most otthon maradnak, mert hogy nem mehetnek, elvileg ugye nem mehetnek, vagy karanténnal kell számolni, most nem tudom, hogy mi az aktualitás éppen a szabályokban. Ugye ez van, hogy lehet menni, nem ajánlott, de karantén, ha jól tudom. Jó, tehát hogy oldják meg a háromnapos összezártságot? Hogy meg tudják-e tölteni tartalommal, élményekkel, érzetekkel, ízekkel, aromákkal, azzal, amiről szól a karácsony, az együttléttel. Én szeretném azt hinni, és lehet, hogy naív vagyok, de karácsonykor nagymama lévén hagy legyek naív, hogy ez pont arra jó, hogy nem lehet menni, és hogy együtt kell maradni egy lakásban. Van idő arra a bizonyos ölelésre, van idő egy kicsit egymásra figyelni, mondjuk társas játékozni, vagy együtt elkészíteni a következő fogást, vagy egyszerűen csak együtt pihenni, és nézni a tévét, vagy olvasni, egyszerűen együtt létet megélni, mert szerintem a karácsonynak ezt is kell jelenteni. Mindenféleképpen én is azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy elkészítjük a menüsort, ugyanúgy, ahogy elkészítjük az ajándékokat, a csomagolást, ahogy a design el van tervezve, hol vannak gyertyák, hol vannak füzérek, hol vannak ilyen olyan különböző dolgokat, ahogy feldíszítjük a lakásunkat és a közvetlen környezetünket, ugyanígy fel kell készíteni azt is, hogy ebben a három napban akkor mivel fogjuk tölteni az időt. Nem azt mondom, hogy percre pontosan beosztani, mint a Top Tinerbe egész évben, de hogy legyen már egy elképzelés, hogy holnap délután a te kedvenc játékodat játszunk, utána következő délelőttön meg azt csináljuk, meg azt csináljuk, és hogy ebbe legyen egy olyan konszenzus, ahol mindenki jól érezheti magát. Tehát ha mindenki elmondta, hogy én mindenképpen ki szeretnék menni sétálni az erdőbe, én mindenféleképpen szeretném végre azt a filmet megnézni veletek, én, hogy mindenki tudjon hozzátenni, és mindenkire legyen éppen elég figyelem. Mert hogyha egymás felé fordulva mindenkire van éppen elég figyelem, akkor talán ebben a pillanatnyi ránk zúdult, ránk esett sok-sok időben hát ha előkerülnek olyan dolgok is, amikkel nekünk meg kellene küzdenünk, és amire kellene figyelni. Biztos vagyok benne, hogy nem minden családban lesz az ünnep fényes, csillogó, tökéletes, megálmodott, mindennel kompletten kész. Elő fognak jönni olyan helyzetek, amikor meg kell küzdenünk vele. Hát, és bocsánat, ilyenkor kell nekünk arra odafigyelnünk, hogy vannak a környezetünkben olyanok, akik egyedül karácsonyoznak. Nagyon-nagyon sokan vannak, akik most egyedül karácsonyoznak. Na most, ha a gyereke 300 kilométerre van, csak 60 kilométerre van, de nem tud jönni, akkor biztos, hogy én be fogok hozzá kopogni, és meg fogom kérdezni, hogy Ilonka néni, hogy tetszik lenni. Hoztam egy kis sütit. Jó szívvel. Igen, azért és szeretném tudni, hogy jól van. Tudnunk kell, hogy lehet, hogy ott van a szomszédban a gyerek, csak nem mer bemenni az idős szülőhöz,
hogy ne vigyem betegséget. Ez de. Pontosan így van, ez teljesen rendjén van, de én azt gondolom, hogy a félelemtől, a rettegéstől nem szeparálhatjuk el az egyébként is szorongó, magányos embereket olyannyira, hogy ne legyen egy lélek, aki azt mondja a szemébe nézve, hogy hogy tetszik lenni. Tehát én azt gondolom, hogy adott esetben ez a legfontosabb, és ez a legtöbb. Mert az, hogy a gyerekek meg fogják kapni az ajándékot, így is, úgy is elküldjük, postán megrendeljük, házhoz szállítják, tehát minden megtörténik. Amitben nem tudsz mit csinálni, az pontosan az, hogy az az idős ember, aki egész évben így várja a hétvégét, hogy majd csak jön valaki, vagy az az idős ember, aki alig várja, hogy valaki felhívja a telefonon, ő neki hiába adod oda a képernyőt, és veszel neki okostelefont, hogy nézd, mama, látod az unokádat, hogy bontja ki az ajándékot. Nem. Nem. Tehát legyen ember, legyen lélek, legyen embere. Hát meg emberségesség, igen. Hogy rányitom az ajtót. Ezek igen. Nagyon fontos dolgok voltak. Csak rákapcsoltatok arra, amit a Zsuzsi mondott. Nem is ez az egyedül, hanem azt mondt, hogy valahogy így fogalmaztad meg, hogy ünnepelni. Igen. És én azt gondolom, hogy amit én próbáltam is így az elején is mondani, hogy talán az ez a helyzet, akár ez a mostani helyzet, de úgy általában a karácsonyra való rákészülés, és azt hiszem, hogy ezt kerestem az előbb, hogy az lenne az ideális, hogy megtanulnánk újra ünnepelni. Igen. Tehát, hogy azt látom, hogy nagyon sok esetben a nehézséget azt jelenti, hogy van két, a görög nyelvben két kifejezés van, vagy a klasszikus görögben két kifejezés van az időre. Van a kronosz és a kairosz. Uh-huh. A kronosz az az idő, amelyik úgy folyik. A szürke idő. Ami benne van a munka, meg minden egyéb dolog, ami csak úgy ami zajlik, ami elmegy mellettünk. Új évszám, hónapok. És hogy azon a kísértés, hogy én azt látom, hogy úgy ennek a kronosznak a sodrásában benne maradunk. Hogy nincsenek megállások. És a kairosz pedig, a kairosz pedig úgy szisztották, hogy a kegyelmi idő, vagy a minőség idő, vagy az értékes idő, az ünnepi idő, aminek van tartalma. Hogy a karácsonyra való készülési idő, az adventi idő, és maga a karácsony ünneplése, az egy ilyen kegyelmi időszak. A karácsony ünneplése, maga az ünneplés egy ilyen kairosz. És én azt gondolom, hogy talán azt is meg lehet tanulni, akár most ebben az ünneplésben, a mostani karácsonyban is, hogy hogyan legyenek kairoszaink. Amit szintén itt próbáltam mondani, hogy az év, akár nyáron, tavasszal, ősszel, legyenek olyan időszakaink, amiben nem csak azt éljük meg, hogy elfolyik mellettünk az idő, elmúlik az idő, ugye mulatozunk, ezt is szokták mondani, hogy a mulatozás azt jelenti, hogy hadd menjen az idő, nem foglalkozunk vele, de hogy ne csak mulatozzunk és múljon az idő, hanem hogy valami szép és értékes legyen benne, úgy, ahogy éppen meg tudjuk ezt tanulni, vagy meg tudjuk élni. Egy-egy értékes beszélgetés, mint amit most mi folytatunk itt valójában, és nagyon jó dolgokat mondtatok, tényleg mindent nagyon értékelek, egy picit szeretném egy kicsit vidámabbá hozni ezt a családi összejövetelt ebben a műsorban. És beszéltünk is meg olyan érdekességeket, amit most megint Gábor atya felé hoznék fel, hogy tulajdonképpen akkor most télapó, Jézuska, Mikulás, hogy is van ez? Angyalka. Jönnek-mennek, igen. Hát nem tudom, hány gyerek néző a műsort, és milyen nincsága beszélhetek ezeknek az ünneplésről. De hogy igazából azt hiszem, hogy ugyanaz van, amiről itt eddig próbáltam beszélni, hogy ezek ünnepek. És hogy ezeknek az ünnepeknek hogyan tudunk tartalmat adni, hogyan tudjuk megtölteni tartalommal, az rajtunk múlik. Hogy most ki hozza az ajándékot, meg ki nem hozza az ajándékot, én bocsánat, és lehet, hogy ez furán hangzik, de nem, azt gondolom, hogy teljesen mindegy. Mert hogy nem az a lényeg, hogy ki hozza az ajándékot, hanem hogy az ünneplést hogyan tudjuk tartalommal megtölteni. Tehát, hogy egy anyukával beszélgetünk nem olyan rég, aki mondta, hogy a kisfia már úgy abban a korszakban van, ez az 5-6 éves koroszt, ez a van is Mikulás, nincs is Mikulás, hozza is, meg nem is hozza, most akkor mi van tulajdonképpen, de hogy itt azt mondja... kérem meg a szülőket, hogy a gyerekeket kísérjék, igen. De igazából nem árulok el semmit, nem spoilerezek.
hogy azt mondja, hogy de hogy neki fontos az, hogy a gyerekével fel tudjon készülni arra, hogy ünnep lesz, és akkor sütnek süteményt az angyalkáknak, meg ha majd jön a Mikulás, akkor neki is készülnek valami ajándékkal, hogy a gyerek rákészüljön az ünnepre. És úgy igazából azt hiszem, és megint saját magamhoz kanyarodok vissza, hogy ezek azok a lehetőségek, amikben megtanulhat az a gyerek, megtanulhat ünnepelni. És szerintem nagyon fontos, hogy tudjunk ünnepelni, hogy meg tudjunk állni. Megint keresztény emberként nekünk ezért fontos a vasárnap, hogy a kronoszban, a folyó időben legyen egy nap, legyen egy óra mondjuk egy vasárnapban, amikor mondjuk például valaki elmegy misére, és megáll egy picit is kirép a hétköznapos sodrásából, és ünnepel. És ugye, hogy minden vasárnapunk gyakorlatilag ebben tudna segíteni, hogy tanuljak meg ünnepelni. Ugye annak a szertartásnak van menete, oda meg kell érkezni, ott abban jelen vagyok én is, úgy, ahogy én benne tudok lenni. És ünneplő ruhába öltözök. És a lelkem is ünneplőbe öltözik, nem csak a testem. Igen, hogy úgy érkezzek meg. Itt most ismét magyarázattal tartozunk, mert mi igyekeztünk ünneplőbe öltözni, bár nem feltétlenül a lelkemről árulkodik ez a pulóver, de én nagyon jól érzem magam bennem karácsony jegyében. Nekem van egy olyan gondolatom ehhez, pontosabban kettő a Gáborhoz, hogy szép emlékű Gyökösi Bandi bácsitól tanultam én annak idején, hogy édes drága lelkem, az idő mindenkinek telik-múlik. Van, akinek csak múlik, és van, akinek telik. Tehát én azt gondolom, ha mi megtöltjük tartalommal, akkor nekünk telik. Ez az egyik. A másik, sokszor kérdezik tőlem is szülők, mit mondjunk a gyereknek, ne legyen később probléma, hogyan vezessük be egészen kicsi kortól, ettől, attól, amattól. Én egy anyukától hallottam, akinek a testvére szintén katolikus pap, mint a Gábor, és ő mondta nekik, hogy hát tudjátok, ez úgy van, hogy az ajándékot azt mindig a Teremtőtől kapjuk. Az életünket is tőlük kaptunk, és minden tőle származik. De lehet a meghosszabbított keze anya, apa, vagy bárki más. És szerintem ez annyira csodálatos, és annyira gyönyörű megfogalmazás, hogyha ezt kapja a gyerek, és ezt viszi magával, akkor ez valódi tartalmat fog adni az ünnepének. Mert hogy most azért a szülők azért is vakarhatják a fiket, ha akarják egyáltalán vakarni emiatt a fejüket, hogy ugye itt most megint a világ, ami körülvesz bennünket, azért nagyon sokféle hagyomány keveredik benne. És itt van benne a mi tradicionális hagyományunk, amiben még akár gyerekkorunkból belenőttünk, és akkor jött az angol száz hagyománya, a Santa Claustól kezdve mindenki kicsoda, és akkor így, most ugye ez, amit kérdezte, hogy akkor most tulajdonképpen kicsoda meg, hogy hát, szerintem, tehát hogy most az én agyammal azt mondom, hogy én azért követném a helyi tradíciókat, amik mondjuk így minket eddig meghatároztak. A szülőknek meg úgyse mondhatom meg, hogy melyiket kell követniük. Én ezt az irányt tartom ideálisnak, amiben én élek, vagy belenőttem. Nekem még egy dolog jutott eszembe, ami nagyon-nagyon fontosnak tartok, hogy ha igazán örülsz, ha igazán tele van a lelked szeretettel, ha igazán tele van megindultsággal a lelked, akkor énekelsz. Énekeljünk. Én szerintem attól vidámabb dolog most nem nagyon van. Nem mondom, hogy nézd rá, csak aggódom a nézőkért. Na, a család, otthon. Tehát, hogy igenis énekeljünk. Én annyira emlékszem azokra a gyönyörű szép karácsonyfákra, amiket én kicsi lányként néztem, és így néztem, ú, Isten, mekkora a karácsonyfa, és hogy ez hogy világ? Szóval azok annyira gyönyörűek voltak, és akkor a nagymamám szokta elkezdeni cérna vékony kis hangján az ő énekeit. És mi mindannyian vele énekeltünk. Ki dörmögött, ki mormogott, ki morcogott, ki tudott énekelni, ki, de együtt voltunk, és abba az összezengésbe, amiben a zene és az éneklés összetud bennünket kötni és kapcsolni, szerintem az a világon a legcsodálatosabb dolog egy családban, hogyha ennek van helye. Én azt gondolom, hogy azért minden családnak érdemes kialakítani a saját szokásait, kultúráját, ha még ez nem történt meg. Mert van, aki énekel, van, aki hangszere játszik, de nem énekel, van, aki verse, de hogy valahogy legyen meg az ünnepi hangulat. Tehát ne arról szóljon, hogy bedobáljuk a fa alá az ajándékokat, gyorsan feldíszítjük, ugye, mert túl akarok rajta lenni, és meg akarok felelni, hogy elkészüljön, majd gyorsan átadjuk, gyorsan megesszük, és az első etap lement, de jó. Tehát, hogy ne ez legyen, hanem hogy
tényleg legyen meg a saját kultúrája erre mindenkinek, saját terve, és amit te is mondtál, hogy beszéljek meg, üljenek le, tehát lehet erre terveket készíteni, hogy 24-én, 25-én, 26-án, és így tovább, hogy mi az, ami nekünk jó, nekünk mi, amit mi közösen meg tudunk élni. És talán hagyd legyünk egy kicsit ilyenkor mi felnőttek is gyerekek, akárhány évesek is vagyunk, hiszen a meglepetés is azért meglepetés, mert ugye mi már tudjuk, hogy hogy kerül a fa alá, ami oda kerül, de mégis jó ezt eljátszani, hogy most mi meglepődünk, és szerintem ez nekünk jár, és Gábor atya, azért örülök, hogy mosolyogsz, mert el kell köszönnünk a nézőktől a következő gondolatokkal, és most amellett, hogy Gábor atyától kérem természetesen a fő gondolatokat, szeretném, ha mindannyian tudnátok szólni egy kicsit a hallgatósághoz. Egy utolsó mondattal. Szerintem kezdjél, Zsuzsi. Oké. Hát én mit is kívánjak nekünk, magunknak, mindannyiunknak, mindenkinek? Talán belül, legbelül találja meg mindenki magában azt a megnyugvást, azt a békét, amiben jó beleülni és jó megpihenni, és jó otthon érezni magunkat önmagunkban, az otthonunkban és ebben a világban. Én ezzel tudnék talán mindenkinek áldott ünnepet kívánni. Én pedig azzal a gondolatfüzérrel, hogy mindenki úgy élje meg, úgy teremtse meg ezt, és úgy töltse meg ezt a karácsonyt, ezt a 3 napot, vagy már az előkészületeket is tartalommal, élménnyel, ahogy neki a legjobb. És hogy belül ezt érezze, hogy ez most olyan, amire ő vágyott, és hogy ez az ő ünnepe és a mi ünnepünk. Úgyhogy áldott békés karácsonyt kívánok. Én pedig azzal a gondolattal kívánok áldott karácsonyt, amiért itt elkezdtem, hogy ez a világosságnak, meg a fénynek az ünnepe. Hogy így az év talán legsötétebb napjaiban vagyunk, de hogy ne a sötétségre, hanem a világosságra fókuszáljunk. Ugye a múlt vasárnap, a múlt héten így az örömre irányítottam a figyelmet, és most azt gondolom, hogy talán a karácsony fényében erre érdemes odafigyelni, hogy a világosság növekszik, vagy van világosság az életünkben. Lehet, hogy pici, lehet, hogy nem olyan nagy, lehet, hogy csak egy gyertyalángnyi, de hogy van. És azt hiszem, hogy ez az, amit nem szabad elfelejteni, még a legsötétebb órákban, vagy a legsötétebb, legnehezebb pillanatokban is, hogy nem a sötétségi a győzelem, hanem hogy világosság ott van az életünkben. Úgyhogy én így kívánom mindenkinek a karácsony fényét, meg az ünnepét. Nagyon hálás vagyok, hogy együtt lehettünk itt, és hálás vagyok nektek ezért a beszélgetésért, mint ahogy hálás vagyok azért is, hogy együtt ünnepelhetünk. Érdemes körülnézni magunk körül, és megtalálni azt, amiért hálásak lehetünk, mert bizony azért van, és érdemes erre odafigyelni, talán a karácsony segít ebben. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltak, Családőrzők című műsorunkat látták. Boldog karácsonyt, viszontlátásra!